meghökkentően akarják a nők, hogy udvarjanak nekik, tehát sokkal jobban, mint ahogy el van terjedve, vagy ahogy a férfiak gondolják. Például vittem virágot egy nőnek, és azt gondoltam, hogy majd ilyen aranyos lesz, meg ilyen reflektált, vagy kicsit önironikus, de teljesen elolvadt a virágtól. Valami mély dolog hajtja a nőket abban, hogy igenis várakoznak a tekintetben, hogy a férfiak nyomják nekik a szöveget, illetve udvarolják nekik, tehát hogy ezeket a hogy ezt a leosztást tulajdonképpen meg akarják a nők tartani. Hogy a nők szeretiket elvárják, illetve csak azt várják el, hogy a férfi valamilyen helyzetben legyen. Ha a férfi helyzetben van, valamilyen presztízsel bíró helyzetben, vagy pénze van, vagy pozíciója van, ezt a három P-t birtokolja, valamelyiket, egyébként ezek összekapcsolódnak, akkor azt akceptálja. A nők sosem magát szerintem nem magát a produkciót nézik, vagy egy férfi mit produkál, hogy feltalálta valamit, vagy milyen jó matematikus, vagy milyen jó zenész, vagy milyen jó író, vagy futballista, nem tudom mi. Ez kevésbé érdekel nőket, azért lehet, hogy a futballtudása, az írása, az irodalomban való elfoglalt helye, és a többi, hogy milyen, hogy az orvosi hierarchiában, vagy a hajléktalanok közötti hierarchiában éppen milyen helyzetben van, az akceptálódik. És tulajdonképpen az udvarlás az csak annak a az egy ilyen nyúlvány ennek a dolognak. Tehát azt fejezi ki, hogy egy ilyen nagyon kitűnő helyzetben lévő férfi, egy ilyen nagyon presztízes, más férfiak által elismert férfi, még ráadásul ő neki udvarol is. És ez az, ami kell a nőknek szerintem, és ez az, ami imponál egy nő számára.